Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb ilyen focis, multidézős videóban. Ez a múltkori wikipédiás dolog, az már nem is tudom melyiknél csináltam így, az jött be leginkább, úgy érzem, mert itt már rögtön tudok akkor tényszerűen adatokat közölni veletek. A 2008-as Európa Bajnokságról lesz ma szó, amit Svájc és Ausztria közösen rendezett. Na most, azt tudni kell, hogy a 2008-as elbére Magyarország is ö, beadta a pályázatát, és egészen az utolsó, utolsó, ö, hogy mondjam, utolsó részig, vagy utolsó szavazásig eljutott. És ha minden igaz, akkor egyedül egyetlen egy szavazattal maradtunk le az elbéről, tehát akár ha, ha úgy alakult volna, akkor lehetett volna az, hogy, hogy Euró 2008 Hungary, de hát ez végül nem valósult meg. Ausztria és Svájc közösen rendezte, szerintem egyébként egy nagyon nagyon jó Európa-bajnokságot hoztak, hoztak össze. A probléma az volt, hogy ez, ez egy elég, elég uncsi EB volt, szerintem. Ugye címvédőként a görögök részt vettek, de nem automatikusan jutottak ki, mert ugye itt, itt már nincsen ilyen, hogy akkor az előző győztes automatán részt vesz, a görögök minden esetre kint voltak. Ami még érdekesség volt, hogy ez volt az az Európa bajnokság, ahova Anglia nem ö, kvalifikálta magát, nem tudta magát kvalifikálni. Ez a részükről szerintem egy kicsit ö, ciki. Ma már nehezen tudnám elképzelni azt, hogy ez az angol válogatott nem jut ki egy elbére vagy egy vb-re itt láthatjátok a résztvevő országokat. Ausztria első szereplés, mert ugye ők voltak a rendezők is, és még a lengyelek voltak azok, akik először szerepeltek Európa bajnokságon. Akkor kezdett a lengyel futball elég keményen felfele megindulni. És ugye ott vannak az osztrákok. Az osztrákok, hát igen, már akkor is azt mondták, hogy ez egy olyan Európa bajnokság, hogy a, ha az osztrák, ez volt az első olyan elbé, Ahova a rendezőnek normál esetben nem lett volna esélye kijutni, akkor az osztrák válogatottban még nem voltak olyan nevek, mint, mint a, a mostaniban. Akkoriban, akkoriban, még, akkoriban még ők elég, elég gyenguszok voltak, és hát ennek megfelelően egyébként nem is szerepeltek annyira jól az elbén. A végső győztes ugye Spanyolország lett története során másodszor, és itt indultak meg igazán a spanyolok felfelé. Nem azt mondom, hogy esélytelenként vágtak volna neki ennek a kontinens de a németek például, az olaszok, franciák, őket még, még inkább, meg még hát a csehek, csehek is egész jobb voltak az előző években, ő rá mondták azt, vagy ezekre a csapatokra mondták azt, még talán a portugálok, hogy, hogy esélyesebbek, a spanyoloknak is azért megvolt az esély, de, de azért nem. Tehát az azért meglepetés volt egy kicsit, hogy a végén ők nyertek. Na, csoportbeosztás, ugye, ö, ja, ezek a kalapok csak. Ö, ezek meg a. várják, kalapok, ö, játékvezetők. Magyarország nem küldött ö, játékvezetőt erre az EV-re, És itt van akkor az alcsoport. A, -csoport. Ö, a nyitó meccsen igen, a svájciak nyertek. A, bocsánat, a csehek nyertek Svájc ellen Bázelben, és már ott kezdődött megpecsételődni a sorsa ennek a válogatottnak mert uh, a csehek voltak még, hát talán az, akik részükről talán verhető csapat, a törökök azok elég, elég ügyesek voltak akkoriban. Én egyébként a, a cseheket még, még végső esélyesnek is gondoltam volna erre az elbére, de hát az, hogy a portugáloktól ilyen könnyen kikaptak, és utána a törökök is megverték őket, hát ez innentől kezdve szertefosztott teljesen. volt az A csoport, más, vagy a B csoportban, hát a horvátok azok, azok ö, ö, mondjuk úgy, hogy meglepetésre de még a németeket is megverték az EB-n, és ezért csoportelsőként jutottak tovább. Hát igen, itt van Ausztria, az, az ugye egy pontot tudott szerezni, euh, Lengyelország ellen, ellen, de azt is úgy, hogy 11-esből, és ha jól látom, talán ez volt az egyetlen góljuk az EB-n. De hát rendező országként már alapból örülhettek annak, hogy, hogy ha más nem, Európa legjobb játékosait vendégül láthatták egy hónapra. Itt volt egy elég kemény csoport, ez volt úgymond a halálcsoport, és ez tényleg halálcsoport, mert ha megnézitek, Hollandia, Olaszország, még Románia is viszonylag erős volt akkoriban, tehát ők is azért tudtak meglepetést okozni, és a franciák, és hát a franciák az, 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 hogy, az hogy egy ponttal kihullottak, ugye volt egy döntetlenjük, most keresem itt, igen, hát pont a románok ellen, és egy gól se szereztek, itt Onri szerzett egy gólt, és összesen egy rugott góllal estek ki az EB-ről. Még a románok is jobban szerepeltek, akik összetudtak hozni még egy döntetlent az olaszok ellen. Üm, hát erre nem lehet mit mondani. A hollandok egyébként akkoriban nagyon jók voltak. Ugye akkor ma összeállt ilyen Snyder, Robben, kik voltak akkor? Huntelár is akkoriban nagyon, akkoriban na, neki is nagyon jól ment. Tehát ők is esélyesek voltak innentől kezdve az EB-re. Most a papírforma szerint ennek nagyjából úgy kellett volna kinézni a, a, a kontinens viadal előtt, hogy Olaszország, Franciaország, vagy még Franciaország, Olaszország, és akkor utána Hollandia és Románia. Ehhez képest Hollandia, Olaszország, Románia, Franciaország. Ez lett a csoportnak a vége. Itt volt egy elég egyértelmű csoport, Spanyolország, Oroszország, Svédország, Görögország, Nagyjából ezt lehetett várni, a görögök akkoriban már azért látszódott, hogy nem fogják Nincs esélyük arra, hogy megvédjék a címüket, ezt már az EB előtt azért lehetett tudni, hogy, hogy ők hogyan jutottak ki most, Pócsájtudó vagy ilyesmi, nem tudom, erre már annyira nem emlékszem. Lehet, hogy az volt az, amikor egy csoportban voltunk velük, de már erre annyira ne, ezt, ezt már annyira nem vágom. A németek ugye megverték a, a legjobb nyolc között Portugáliát, ugye ez még egy 16 csapatos Európa-bajnokság volt, azt ne felejtsük el. A törökök végül továbbítottak a horvátok ellen, a oroszok, a hollandokat verték meg, Spanyolország meg 11-esekkel búcsúztatta Olaszországot. Az elődöntő az, már egy, az már egy kicsit egyértelmű volt, ugye a spanyolok, hát az oroszok egyébként igen, tehát Ársavin volt akkor a nagyász az oroszoknál, és akkor fedezték fel őt, mert addig azt hiszem a zenitben játszott, és utána vitte előtt az Arzenál. És ö, ö, arról is beszéltek annó, hogy ez az orosz csapat, ez, ez, akár még, főleg a hollandok utáni győzelem után, ö, mondták azt, hogy még akár a döntőre is, döntőbe is odaférhetnek, hát nem jött össze nekik. És ugye ott van a döntő, a, a német-török német meccsről arról, arról nagyon emlékeim nincsenek, Ezt a meccset lehet, hogy nem láttam. Hát ugye, igen, 3-2, tehát valószínűleg izgalmas volt a mérkőzés. Aha, hú, 90. percben lőtte lám a győztes gort. Hát lám belőtte. Az szép. Az szép. Na erre a meccs abszolút nem emlékszem, semmi emlékem nincsen róla, lehet, hogy akkor nem láttam. És ugye ott van a döntő, ahol egyébként a németeket mondták esélyesebbnek, akkor már ugye Joachim Löw volt a, a, a mi a szövetségi kapitány, és arra láttak nagyobb esélyt. Némileg azért mondhatjuk azt, hogy hazai pályán vannak, tehát osztrák, német, tehát németországból többen jöttek bíztatni valószínűleg a, 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 a nacionál elfet, de hát végül nem jött össze nekik, és Spanyolország megszerezte a második Európa bajnoki címét. Összességében azért mondom, hogy nagyon gyorsan végigértünk, mert, mert olyan sok érdekesség nem volt. Nem volt olyan, mint ugye a 2002-es világbajnokságon, ugye, 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 hogy, ugye, tolták elő a koreaiakat, meg a, a japánokat. Nem volt olyan meglepetés, mint a 2004-es ebén ugye a görög győzelem. Tehát itt... Erről, erről, nagyon sokat nem lehet, nem lehet mondani. David Villa lett a, a a gól király. Érdemes egyébként talán a golövőket megnézni, mert Lukasz Podolski, aki egyébként utána villámgyorsan sztár lett, utána villámgyorsan vissza is esett a, a teljesítménye. Most a hollandoknál igen, még ott volt Rúdván Niszter, hogy például David Villa, az, az uh, utána szerintem ő még maradt a Valencia-ban talán. a Miroslav Króze is ott volt a németeknél, és Schweinsterger akkor még fiatal, fiatal játékosként Uh, Harry Steasz is gólt szerzett. Na, tessék, Harry Steasz, aki a 2004-es EB-n a görögök hőse volt, ő is szerzett egy, egy gólt, be tudott egy gólt. De én úgy emlékszem, hogy ez, a, ez az Európa bajnokság, itt úgy Andrei Ársevin az osztár csapatban, ez arról szólt, hogy, hogy Arshavin, uh, felfedezték, és utána elvitte az Arzenál, uh, más ilyen emlékeim nincsenek egyébként, még Daniel Güza nevét keresném, de de nem látom itt sehol, pedig uh, utána, ha jól emlékszem, még ő is, uh, uh, nem is tudom, hogy hova igazolt utána. Ja nem, hát ő a törökökhöz igazolt. Igen, Daniel Gűze, ott van, a FC játékosa. Már 39 éves, nem vonult még vissza, de ahogy nem, azóta biztos vissza csak nem frissítették a... a nem frissítették ezt a lapot. Őt is akkor fedezték fel, és ő utána ment át, Majorkában játszott akkoriban, és utána ment át a Fenerbacséba, tehát még nem is arról van szó, hogy ő utána akkor olyan igazi sztárcsapathoz került volna. De arra emlékszem, hogy egy nagyon, nagyon ügyes srác volt, és ugye akkor még ö, ki volt a íze. Izé? A kapitány még nem is Del Boscana, aztán Luis Aragones volt a kapitánya, a szövetségi kapitánya a spanyoloknál, aki hát azóta már elhunyt és utána, utána jött akkor Del Bosque, és ő tette fel az íra a pontot a 2010-es világbajnokságon. Hát nagyjából ennyit szerettem volna ezzel az elvével kapcsolatban. Mondom, számomra kicsit ez a, ilyen, 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 steril volt az egész. Túl nagy meglepetések nem voltak. Persze jó volt egy, egy erős török, meg egy erős orosz válogatott, de végül a, a ha a döntőbe teljesen megérdemelte jutottak be a németek meg a spanyolok. Na most ugye mondom, a, ott többségében német győzelmet vártak volna ehhez képest, a, a spanyolok nagyon, nagyon simázták a döntőt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!